Második videómban beszeretném mutatni a Stellarium indítását és a Stellariumnak az alapfunkcióit, úgyhogy meg az alapbeállításokat, úgyhogy lássunk is neki. Elindítjuk a Stellariumot, ugye az ikont már jól ismerjük, bejelentkező ablakon szépen elkezdi betölteni a programot, és hip-hop már is megjelenik egy szép zöld üde mező. Az üdemezőn, ha körbenézünk, ezt úgy tudjuk megnézni, hogyha az egérnek a baloldali gombját nyomva tartjuk, és úgymond vontatjuk a képet, akkor meg tudjuk nézni az égboltot. A képernyő mozgatását természetesen nem csak az egérrel, hanem a billentyűzet nyilainak a segítségével is meg tudjuk valósítani, mégpedig ugye, ha nyomkodjuk a nyilat, akkor akár jobbra, akár balra, akár fölfele, akár lefele tudjuk mozgatni a látómezőnket. Ez nem olyan szép sima, mint az egérrel, olyan picit akadozva működik, de aki idegenkedik az egértől, vagy éppen nincs egere, az így is tudja mozgatni a képernyőt. Hát jól látható, hogy igazából nem nagyon látunk kék égen kívül, meg itt egy Vénusz feliraton kívül semmit. Ez nem véletlen, hiszen a Stellarium, amikor elindítjuk, alapvetően az számítógép órája alapján a jelen pillanatnak az égboltját mutatja meg. És mivel most itt még per pillanat napnyugta van, most nyugodott le a nap, még világos van, ezért a valóságban sem látszanak a csillagok. Úgyhogy ha már most szeretném látni a csillagokat, erre többféle mód létezik. Én most az első módszert fogom megmutatni, aztán persze majd később a többivel is megismerkedünk. Itt a képernyő alján, ha leviszem a képernyő bal oldalára alulra az egeret, akkor föltűnik egy sáv, amiben mindenféle gombok vannak. Ezzel fogjuk a Stellariumnak az alapfunkcióit majd elindítani. Illetve ugye egy ugyanilyen sávot itt bal oldalt felül is láthatunk a képernyő bal oldalán. Egyébként ezek függőleges sávban ebben főleg a különféle beállításokat lehet majd végrehajtani, az alsó sávban pedig a különféle kezelő gombok, kezelő billentyűk találhatóak meg. Annyit már is elárulok, hogy amelyik kezelő gomb fehér, az bekapcsolt állapotot jelent, tehát az a funkció működik, amelyik ilyen sötét szürke, az ki van kapcsolva. A legtöbb ilyen gomb az kapcsolóként működik, tehát egyszer rákattintok, bekapcsolódik, még egyszer rákattintok, kikapcsolódik. Van ebből egy kivétel, és már is ezzel kezdeném az ismertetést. Ez a négy darab gomb. Ezzel a négy darab gombbal tudom az időt felgyorsítani, lelassítani, megfordítani. Na kezdjük sorjában. Hát ezzel a gombbal tudjuk, ha felgyorsítottuk, lelassítottuk, netán megfordítottuk az időt, visszaállítani az időt az eredeti sebességére. Itt fölötte lehet is látni, hogy szépen számolja az időt. Itt van egy dátumunk, időpontunk, illetve a földrajzi helynek megfelelő világidőhöz képesti óraátállítás, hát ez ugye Magyarországon néhány nappal ezelőttől plusz 2 óra, egyébként téli időszámításban itt plusz 1 szokott szerepelni, de a Stellarium egy nagyon intelligens program, ő észreveszi, mikor van időátállítás, és ezt automatikusan átállítja nyári időszámítás szerint plusz 2 órára. Térjünk vissza ezekhez a gombokhoz, tehát a play gombra rá tenyerelünk, igazából sok minden nem történik. Annyi, hogy itt egy pillanatáj felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy megállítottuk az időt. Itt látható is, hogy nem teker az óra. Ez azt jelenti, hogy amit itt beállítottunk, az úgy marad, kimerevedik. Na, indítsuk el újból az időt. Kezdjük el viszont fölgyorsítani az időt, ezt ezzel a gombbal tudjuk egyre gyorsabbá tenni. Hát először olyan túl sok minden nem történik, hogy egyszer rá kattintottunk, talán annyi, hogy mintha a másodpercek picit gyorsabban telnének, na hát fokozzuk ezt a dolgot, most már egész gyorsan telnek a másodpercek, sőt, már a percek is szinte másodpercenként mennek, és közben észrevetjük, hogy az égbolt is láthatóan egyre sötétebb lesz, Vénusz után szépen megjelent a hold az égbolton, egyre sötétebbé válik, és egy idő múlva csillagok is föltűnnek. Én még egy picit fogok rajta gyorsítani, még egyszer rákattintok,
és már is besötétedett. Na, hogy ne szaladjon el nagyon az idő, én visszaállítom a normál sebességre az időt, ugye plégumra rátenyereltem, visszaállt abban a pillanatban normál sebességre, és besötétedett, hogy az időt tudjuk így előre-hátra pörgetni, most meg is teszem, most visszatelik az idő, most visszakelt a nap, hogy úgy mondjam, és akkor gyorsan majd vissza is nyugszik. Hát az egész picire tudjuk venni, ilyen halszemoptikás feelingűre az égboltot, és láthatóan visszafele, keleten lenyugszik a nap, nyugaton fölkelt, tehát visszafele tekerjük az időt. Már 3. 28-a van, pedig az előbb még 30-ánál jártunk, ugye, és ha a plégombra rátekerünk, akkor ez megáll. Na, akkor a 4. gombot is gyorsan megmutatom. Ha már kellően eltekergettük az időt, és nincs kedvünk vissza gyorsítani az időt, mert persze természetesen tudjuk ezt előre is tekerni, ezt egészen föl tudjuk gyorsítani, hát ez már időgép gyakorlatilag, akkor rátenyerünk el a gombra, és abban a pillanatban visszaáll az idő rendes sebességre. Figyelem! Ha lenyomtuk ezt a gombot, nem térünk vissza a jelen pillanatban, csak vissza állítottuk az idő sebességét az eredetire. Ezzel a gombbal visszaállíthatjuk a jelen pillanatra az időt, és akkor konstatálhatjuk, hogy bizony még mindig nincs sötét, úgyhogy még mindig nem látszanak a csillagok az égbolton. Tehát ez mindig a jelen pillanatra visszaállítja az időt. Ez a jelen pillanat egyébként a gép órájának megfelelő időpillanatot jelenti. Az előbbiekben én már olyan természetesen használtam, de azért a kezdő kedvéért ezt is megmutatom. Ugye a képernyő nagyítását is tetszés szerint tudjuk változtatni. Hát ez most egy ilyen szinte halszemoptikás kép, a teljes táj benne van, sőt itt körbe veszi ez a füves rét is, de ugye természetesen bele tudunk nagyítani. A nagyítás kicsinyítést az egérnek a görgőjével tudjuk megvalósítani, tehát ahogy görgetjük az egeret, úgy tudjuk a képünket nagyítani, kicsinyíteni. Ugyanezt a funkciót elérjük a billentyűzeten is, mégpedig a Page Up, illetve a Page Down billentyűvel tudjuk ismételten a nagyítást változtatni. Ha már így megtanultunk zoomolni, akkor tanuljunk meg egy égitestet megközelíteni a Stellarium segítségével. Ez úgy történik, hogy megkeressük az égitestet, tehát ezzel legyen most egyszerűség kedvéért a hold, rákattintunk. Ahogy rákattintottunk az égitest körül megjelenik egy ilyen jelzés, illetve a képernyő bal felső sarkában mindenféle adatot láthatunk az aktuális égitestünkről. Ezen túlmenően pedig a szóköz billentyű lenyomásával az égitestet bele tudjuk hozni a kép közepére, és elkezdjük nagyítani, és akkor csodák csodája, egy idő után megpillantjuk egész közelről az égitestünket, hát jelen esetben a holdat. Még egy fontos megjegyzés, a középre hozás, illetve középen tartás funkció még egy dologra nagyon jó. Ezt a dolgot akkor fogjuk észrevenni, hogyha elengedjük úgymond az égitestet. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni, a jobb egér gombbal valahova félre kattintunk, és abban a pillanatban eltűnik a kijelölés, eltűnnek az adatok. De most egy picit nagyítsunk rá erre az égitestünkre, a holdra. Egyre közelebb látjuk. És nem tudom, észrevehető-e, de a képernyőn a hold elkezdett ki vonulni, kimászni a képernyőről. Ha még tovább nagyítanánk, ez a kivonulás még gyorsabb lenne. Tehát láthatjuk, hogy az égitest elvonul, nem azért, mert rakoncátlan a program, hanem azért, mert folog a Föld, és a Stellarium természetesen a Föld forgásának a következményét, vagyis az égitestek elmozdulását is utánozza. Ez ellen két megoldás létezik. Hát az egyik lehetőségünk, hogyha megállítjuk az időt, ugye ez a play gomb, ezzel meg tudjuk állítani az időt. A másik, amit tehetünk, hogy az égitestet beállítjuk középre, tehát rákattintunk, és a szóköz billentyűvel behozzuk középre, és akkor ez nem csak középre fog bemozdulni, hanem ott is tartja, mint egy távcső követi az égitestnek a mozgását. Na és akkor ezek után ismerkedjünk meg a program egyik legfontosabb funkciójával.
Hogy léphetünk ki a programból? Van itt a jobb szélső sarokban, itt a lenti kezelő szerveknél, a jobb oldalon az utolsó gomb. Az egy jól láthatóan power gomb, ha erre rátenyerelünk, akkor már is kiléptünk a programból. Még egy dolgot vegyünk észre, ha bármit elállítgattunk, ez teljesen mindegy, idő, térbeli koordináta, gyorsítás, lassítás, és hirtelen nem tudjuk visszaállítani, akkor még egy jó módszer van a program megregulázására is, legalábbis így kezdőknek. Ha kilépünk, visszalépünk, mert akkor visszateszi a program a normál időt, azt a földrajzi helyet, amit eredetileg beállítottunk, hogy automatikusan be van állítva, és az egyéb paramétereket is visszaállítja normál paraméterekre. Na, visszatértünk a programba. A baloldali funkcióknál nem az első legfősővel kezdünk, hanem rögtön egyen alatta, mert hogy az időt tanuljuk meg beállítani. Például, ha egy konkrét jelenséghez szeretnénk visszaállítani, vagy előreállítani a stelláriumot, akkor van itt ez a dátum és idő beállítási ablak, amit még egyszer mutatok, itt ezzel a kis óra jellel tudunk behozni, és itt tudjuk állítani az évet, a hónapot és a napot is, meg természetesen az órát, percet, extrém esetben a másodpercet is, bár azért ennyire általában nem kell pontosan beállítani az időt, úgyhogy már hip-hop örvendezhetünk, mert 2022-6-1-én járunk az égboltban, tehát megmutatja nekünk, hogy ekkor milyen lesz a csillagos égbolt. Na de ha ez nekünk nem tetszik, akkor persze itt is vissza tudjuk állítani. Ezt a gombot, amit már az előbb megtanultunk, újból használhatjuk, visszarak bennünket a jelen pillanatban, tehát a 2023-30-ára. No, akkor gyorsan tanuljuk meg a legfőső gombot is, ez még egy nagyon fontos beállítás. Főleg, amikor először elindítjuk a stelláriumot, valószínűleg szükség lesz ennek a beállítására. Ugyanis ezzel tudjuk a földrajzi helyet is beállítani. Aki nem ismeretes a csillagászatban, annak elmondom, hogy nem minden földrajzi helyről ugyanazt az égboltot látjuk. Tehát ha szeretnénk pontosan azt látni, amit a jelenlegi tartózkodási helyünkön láthatunk a valódi égbolton, akkor célszerű a stelláriumot is erre a földrajzi helyre beállítani. Két módszerrel tudjuk a földrajzi helyet beállítani, az egyszerűbb módszer és kevésbé pontos módszer. Van itt ezen a kis földtérképünkön egy piros nyilacska, ezt bárhová átállíthatjuk, adott esetben még akár a déli sarkra is. Hát így be tudjuk állítani a földrajzi helyeket bárhova a világon. Itt látható is, hogy melyik földrajzi helyen van per pillanat éppen sötét vagy világos. A második módszer, ha egy konkrét városra beállítani a stelláriumot, akkor itt a baloldali merűből újból kiválasztjuk a helyablakot, és ebben a mezőben elkezdjük beütni a város nevénkt. Ha szerencsénk van, akkor a város neve benne lesz az adatbázisban, mondjuk ez legyen most Budapest, és már látható is, még a kerületek is benne vannak Budapestnél, kiválasztjuk mondjuk az első kerületet. Pillanatra, ahogy rákattintottam, nem tudom mennyire tűnt föl, de egy picit arrébb is ugrott az égbolt, hiszen eddig Kecskemétnél jártunk, de már a budapesti égboltot láthatjuk. Egyébként annyit azért zárójelben megjegyzek, hogy mondjuk néhány tíz vagy néhány száz kilométeres távolságkülönbség igazából szabad szemmel minimális látványkülönbséget fog okozni, tehát ha csak valaki nem távcsős megfigyelés szeretne a stellárium segítségén végezni, akkor igazából teljesen mindegy, hogy Kecskemétre, Szegedre, vagy esetleg Budapestre állítva be az égboltot. Hogy legyek egy kicsit lokálpatrióta, Budapest első kerületből térjünk vissza Kecskemétre, újból rámegyek az iránytű ablakra, és elkezdem itt, reszetelem a keresést, és elkezdem beütni, hogy Kecskemét, és már ki is adja a listára, és már is visszatértünk Kecskemétre. Ha a lakóhelyemet szeretném alapértelmezetté tenni, akkor miután megkerestem, utána ezzel a jelölő négyzettel alapértelmezetté tudom tenni. Ez azt jelenti, hogy ez követően a stellárium minden egyes kikapcsolás után erre az utoljára alapértelmezett helyként beállított helyre fogja beállítani a stelláriumot.
Tehát ha ez arra vonatkozik, amikor kilépek a programból és visszalépek, akkor mindig ez a földrajzi hely lesz, ahova vissza fog bennünket téríteni a stellárium. Illetve ezzel a gombbal, ha éppen elbókláztam mondjuk Karakó szörcsögre vagy a déli sarkra, akkor vissza az alapértelmezett helyhez, gombbal vissza tudok térni egy gombnyomással arra, ami be van állítva. Na most, ha valakinek a települése mondjuk egy kisebb faluban lakik, vagy netán tanyán, vagy kisebb városban, van még egy módszer, amivel pontosan be tudjuk állítani a földrajzi helyet, ezt most nem fogom konkrétan megmondani, vagy megmutatni, csak így jelzem. Itt be tudjuk állítani földrajzi koordináta alapján is a tartózkodási helyünket, GPS-szel vagy Google Earth programmal megkeressük a pontos földrajzi koordinátánkat, ahol tartózkodunk, és ide beírva fok, perc, másodperc, sőt itt ugye század másodperc pontosan kell beírni, akkor oda tudjuk írni, sőt el is tudjuk nevezni ezt a helyet, tehát ezt föl tudjuk vetetni innen a listára, úgyhogy nem kell ezt mindig újból beütni, úgyhogy ilyen lehetőség is van. No mindegy, ha már ilyen szépen mindent itt beállítottunk, akkor ezt az ablakotból kilépünk, és akkor így a földrajzi helyet is beállítjuk. Köszönöm a figyelmet, mára ennyi volt, legközelebb az alsó gombsor további funkcióit fogjuk megnézni. Hasta la vista, baby.